Máté Szalka szélén évtizedekig üzemelt ez a korábbi KGST piac, ahol piacnapokon árusok tucatjai és vevők százai fordultak meg. A létesítmény évtizedekig nem fejlődött, a terület és területfejlesztési operatív program keretében azonban fél évvel az alapkőletételt követően hétfőn átadták az új csarnokot. A város polgármestere beszédében hangsúlyozta, az új piac mindenben megfelel a kor igényeinek. Maga a projekt 500 millió forintos nagyságrendű volt. Természetesen, hogyha műszaki ellenőri, tervezői, meg egyéb költségeket, közbeszerzési és egyéb költséget levonjuk, akkor durván egy olyan 460 millió forint maradt a kivitelezésre. Hát ha csak a mögöttünk lévő vasszerkezeteket megnézik a tisztelt érdeklődők, akkor láthatják, hogy bizony ebben benne van az anyag, és kellett hozzá forrás is. Büszke vagyok rá, hogy ez megvalósult. Ráadásul úgy, hogy Máté Szalkai vállalkozó készítette el, 7 hónap állt rendelkezésre a kivitelezésre, és 6 hónap alatt lett meg, jelezve az ő elhivatottságukat. Hanusi Péter hozzátette, a helyi termelők, valamint kereskedők is megérdemelték, hogy korszerűbb körülmények között értékesíthessék termékeiket. Mint mondta, a lakosság számára egy piac nem csak szükségszerűség, hiszen az valódi közösségi szintérként is funkcionál. Ahol most állunk, ez a régi KGST piac, és hát a ciklus elején meg kellett, hogy állapítsuk több egyére, hogy ez még mindig úgy néz ki, mint egy igazi KGST piac, tehát nem követte a rendszerváltozást a Máté Szalkai piac megújulása, és mi azt gondoltuk, hogy ez a térség, ez a régió, amit Máté Szalka mindig a piaccal kiszolgált, megérdemli az, hogy valóban 21. századi modern körülmények között lehessen a piaci napokon Máté Szalkán piacolni, ami ugye egy közösségi, egy családi program volt mindig is. Azt gondoljuk, hogy a mögöttem lévő épület az méltó ehhez. A megyei közgyűlés elnöke beszédében kiemelte, Máté Szalka, mint a megye második legnagyobb városa, presztízsében kezd felnőni arra a szintre, ahová tartoznia kell. Hozzátette, folytatódnak a piacokat megújító beruházások, amelyek ösztönzőleg hathatnak a helyi termelőkre és a kereskedőkre. A szűken vett Máté Szalkaiaknak van egy másik piacuk, az úgynevezett kispiac, amely legalább olyan fontos, mint ez a térségi szerepkört betöltő piac. Arra is van egy pályázati csomag, több mint 6 milliárdos pályázat, és polgármesterek fognak pályázni erre a kiírásra, és remélem ugyanolyan sikeresen fognak szerepelni ezen a pályázati kiíráson, mint ennek a nagy piacnak az esetében. És egy olyan programcsomag része ez, amely több 10 milliárd forintot jelenthet helyi gazdaságfejlesztésre. Seszták Oszkár hozzátette, az ország gazdasági teljesítőképességének kiemelt érdeke, hogy minél több hazai termék kerüljön a polcokra, ezért is fontos, hogy a nagy kereskedelem mellett megmaradjon a piackultúra is Magyarországon.